Több éves várakozás után megkezdődött a tordasi templom felújítása. A tervek szerint a jövő évben átadják a felújított épületet. Az egyházközség több millió forintot biztosított a tordasi templom megóvására, így megkezdődhetett az épület felújítása. A munkát nehezíti, hogy a templom műemléknek számít. A felújítás ugye egy bonyolultabb fázisban, formában van, hiszen műemlék környezetről, műemlék templomról van szó, és itt a műemléki törvények szigorúbb feltételeket szabnak, tehát már a tervezéstől kezdődően a kivitelezésben a műemléki hatóságoknak az engedélye szükséges, akik viszont szintén csak úgy adják meg a helyi egyházközségtől benyújtott kérelmekre a jóváhagyást, ha azt mindenkor a megyés püspök, mint az egyházmegye vezetője támogatja és maga is kéri. Az egyházközség az épület külső felújítása után belső helyreállítási munkákat is kilátásba helyezett. Ha felújították a tornyot, akkor ott van még tetőszerkezet, a külső fal, homlokzat, aztán hát egy ilyen nagy felújításnál valahol a belső is. Én azt hiszem, azt lehet mondani, hogy még pár évet kell arra várni, hogy ez a munka úgy teljesen kész legyen, hogy azt mondhassák, hogy na végre elkészült. A tordasi templom külső felújítása a tervek szerint 2003-ban fejeződik be.